Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjön az update 18.5 legfontosabb újdonságai, és kezdem is a figyelmeztetésekkel. Szóval, srácok, van egy grafikai update volt, úgyhogy van egy olyan érzésem, hogy sok mindenkinek ez egy jó pár FPS-ébe fog kerülni. Nekem is majd egy 20 FPS-embe került, úgyhogy gyorsan rá is megyünk a options-re, bocsánat, és akkor átnézzünk néhány dolgot, mivel javíthatok az FPS-re, hogyha úgy érzitek, hogy nagyon FPS csökkenésetek lett. Szóval, ki mind olyan felbontáson játszóan akarsz, ez olyan nagy szinten manapság már nem befolyásolja a videóennyiséget, de vehetsz le a felbontásból, ha úgy érzed, hogy nem az igazi. Nos. Az ilyeneket, mint a physics, egyértelműen ki kell kapcsolni, runtime tessession, rocker reflection, blur reflections, high dynamic range, adaptive exposure, ezeket így gyakorlatilag mindent kikapcsolsz. A geometry detail, azt meghagyhatod high-nak, mert az gyakorlatilag egy kicsit a fal részletességek, stb. Attól függ, kinek milyen videókártyája van, ezt úgy kell változtatni. Shadow quality-t azt például én levettem médiumra, mert az igazából nagyon zabálja a videókártyát, úgyhogy és olyan nagy szinten úgy se veszem észre, és úgy se használom ebben a játékban, de mondjuk egy kodban ott igazán behagynám high-ra, mert ott látni szeretném azt, hogyha valaki jön felém, és lehet, hogy az árnyékát veszem észre, de itt annyira nem nagy lényeg. A texture memory-t is érdemes lejjebb venni, szóval anisotropic filter, a trinial filteringet, ezt a kettőt, akinek gyenge videokártyája van, érdemes kikapcsolva tartani. Anti-aliasinget érdemes kikapcsolva tartani, a depth of fieldet érdemes kikapcsolva tartani, motion blur, bloom intensity, ezt érdemes mindezeket le venni, dynamic lighting érdemes kivenni, sőt ki kell venni, character shadow, constant weapon, ezeket mind érdemes kitenni, és értelemszerűen ebben a részekben valahol kicsit lejjebb venni a grafikát, mert gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon sok FPS-be fog kerülni, ha nem a játék most már, mert olyan effekteket, új fényeffektek, új megvilágítás, új grafikák, csomó ilyen jött be az update-ben, és elég sok FPS-be került elég sok mindenkinek, tehát próbáltam játszani gomi barátommal, és egyik pillanatról 50-ről 6-ra csökkent az FPS-e, és én is észrevettem a játékban, hogy rengeteg FPS veszítek, hogyha még ugye olyan a játék, hogy ha egymásra csatlakoztok és valahol van egy kis lag vagy valami ilyesmi, akkor még az is ellop az FPS-ből, úgyhogy eléggé szivatos lehet most a Warframe-mel játszani. Szóval erre készüljetek fel. A másik, amire készüljetek fel, hogyha csak főbb újdonságokat mondom el kell menjetek, szerintem olvassátok el a 18.5-ös update-et konkrétan, nem 5.1-eset, hanem a 18.5-eset, mert hatalmas nerfet kaptak a Warframe-ek, de leginkább ez a nerf a bossokra terjed rá, és leginkább abban, hogy a legtöbb ultimate képesség és némelyike a harmadik képességnek már nem fog működni a bosszokon, szóval nem vakul meg, nem diszarmol, tehát a Loki már nem fogja például diszarmolni a bosszokat, úgyhogy ezen meg se lepődjetek, akkor mit tudom, a frostgöm nem fogja őket lefagyasztani és kilökni, a Necrostól nem fognak megijedni, de attól például még kapnak egy armor debuffot, úgyhogy sok-sok ilyen van, szinte az összes Warframe-nek valamelyik képessége a bosszokon már nem lesz hatékony, de például szerint az egyik legnagyobb érvágás, hogy a Loki már nem diszarmol. Na most, természetesen jöttek új sziandalák is, igazság szerint még nem vettem meg, mert eléggé lovon vagyok ezével, plattal, inkább megvettem a hajót, de majd eljön annak is az idejem. Itt ez az egyik új sziandala. Nem néz ki vészesen rosszul, lehet, hogy majd megveszem. Ugye Inarionak az új Warframe-nek a tiszteletére úgy néz ki, mint ilyen homokos valami lenne, de nem rossz, nem rossz, azt kell, hogy mondjam, és megesett, hogy meg fogom vásárolni, sőt biztos majd csak kereskednem kell egy kicsit. Nos, az új űrhajót is meg tudom mutatni, nagyon érdekes.
Ja, és ennek az új űrhajónak, ugye manapság az űrhajónak mind izé van nekik különleges képességük, ennek ilyen minigánja van. Tehát ugye ez feltölti az életet, ennek van neki egy ilyen minigán félessége, amely lelövi a látható ellenfeleket, ez nagyon fontos. Ugye a sima liszt az a izéket kapcsolja ki, az ilyen különböző security dolgokat, mert hogy mondják ma magyarul, nem tudok magyarul beszélni. És ugye a skimitár az pedig lebombázza a területet. Na, de most mindig az új merci a divat, úgyhogy ezt fogjuk választani. Akkor vannak ugye új fegyverek, menjünk rá az új fegyverekre. Gyakorlatilag hál' Istennek itt is vannak. A mutalis szernos, kiveheted a fegyverek közül, a blueprintjait megtalálod itten. Kell hozzá legyártani egy sima cernost, Pain in the ass, tudom. A miliknél megtalálod az új kardot, full vagy, új kard. Nem, csak kell hozzá egy tipedó, itt van, a Lesion Blueprint, kell hozzá egy tipedó. Kíváncsi leszek rá igazából, jól néz ki. A másodlagos fegyvert, azt viszont már itt fogom megmutatni, őt a dojo-ban, a klánban tudjátok kivenni, hogyha legyártjátok. Nagyon gyorsan, és nagyon köszönöm minden is nektek, srácok, nagyon gyorsan kifejlesztétek ezt. Egy 400 pluszos klánban ez nagyon durva, hogy ilyen gyorsan belementek a dolgok. Nos. Új ikonpak, gyakorlatilag új warframe, ugye gyakorlatilag, ami igazából az egyiptomi halálisten Anubisnak a mintázatára készült, tehát én azt kell, hogy mondjam, inkább őre hasonlít. És, hölgyeim és uraim, még egy fontos dolog, bejöttek ugye a macskák, ez egyértelmű, de most gyorsan elugrunk erre. Ja, még egy nagyon jó dolgot, amit csináltak ebben az update-ben, mielőtt leugranánk a relay-be. Az arzenában most már így megcsinálták a loadout-okat. Ez egyszerűen fantasztikusan kényelmes így váltogatni, mint hogy itt oldalt ki se fért már a képernyőn. És lehet most már random is összeállítani warframe-eket, igazából fegyverekkel, stb. De igazából, tehát komolyan mondom, nem vágom, hogy ez mire használ. De most így lemegyünk a relay-be. A relay-ben, gyerekek, hogyha elmentek a Cephalonhoz, a Simarishoz, akkor... Oh, ez az új űrhajó, hát az... Közben elmondom, hogy a Sands of Inario küldetését már fel fogom tölteni videóban. Lehet, hogy még ma ott van lesz a emellett, vagy holnap, de mindenképp, hogy hogyan kell megcsinálni a küldetést. Eljöttök Cephalon Simarishoz, mert hogy két új moddal bővült a drágám. És mivel hogy két új moddal bővült, elég érdekes modok, azt kell mondjam, warframe-ekre, azt kell, hogy mondjam. És úgyhogy induljon a fényképezgetést, mert őszintén szólva, kussoljál, ne beszéljél hozzám. Itt van Energy Conversion és Health Conversion. Na most, srácok! Ez a két mód mindegyik warframe-ből betehető, és az igazság az, hogy nagyon meg fogják hosszabbítani akármelyik warframe-nél is használod a túlélősi képességüket, azt kell mondjam. Tehát a warframe teljes mértékben látszik, hogy egy új generáció felé halad. A warframe-ek, melyek megjelennek most az Inario is, egy nagyon túlélős warframe lesz képességének adódóan, Wukong nem beszélve, Ivara nem beszélve, tehát és szerintem majd idővel, hogyha egy kicsit változtatnak, bár nem kell sokat, csak egy picit, ha változtatnak a nézán is, ő is egy túlélő warframe, új generációs warframe, amely egy kicsit más modolás követel meg, és egy kicsit más gondolkodás, de nagyon erősek tudnak lenni, és ez a két mód,
úgy gondolom, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a többi Warframe-et felemelje egy kicsit ehhez a szinthez. Na most mit tud ez a két mod? Energy Conversion. Az energia, tehát a kék gömbök, nevezik így ugye az energia gömbök, hogyha fölveszel egyet, akkor 50%-kal több erőt ad a következő képesség elkapcsolásakor. Tegyük fel például, ben van rakva a Rhino-nál ez a cucc, fölveszel egy energiát, és te úgy döntesz, hogy Rhino-stompozol, és egyet Rhino-stompozol, és a Rhino-stompodnak 50%-kal nagyobb ereje van. Tehát nekem például jelenleg crowd controlra van kihúzva a Rhino, és 40%-on van az erő, mert inkább időre húztam erőhelyet. Na de hogyha fölveszek egy ilyen, berakom ezt a modot, fölveszek energiát, és egyet el Rhino stompolok, akkor 90%-kal tudok lecsapni. Nem egy rossz csere, ugye, azt kell, hogy mondjam, és eléggé érdekes, tehát szóló küldetésekhez úgy érzem, hogy például sok-sok Warframe-nek meg emeli a túlélési képességét. Szarin például, ha Szarinnál berakjuk ezt a modot, akkor egy szóló, olyan szóló buildet lehet csinálni, ahol a Szarin sokkal erőteljesebben tudja kihasználni az összes képességét. Érdemes megfontolni. A Health Conversion azt csinálja, hogy például ez valami fantasztikus, hogyha egy Necros van a csapatban, igazából, vagy hogy Necros van a csapatban, és mindenkinél be van rakva ez a mod, mert hogyha életet veszel föl, tehát rákészítesz, hogy egy élet gömböt vegyél föl, akkor 450 armolt kapsz, ami kb. Háromszorosára felszorzódik, ha jól értem, bár ez kicsit durván túlzás lenne. De a lényeg az, hogy ja, valami ilyesmi, háromszorosára felszorzódik, de hogyha damage-et kapsz, tehát hogyha sebeznek, akkor egy ilyen, vagy nem is tudom, értem, hogy mit jelent ebben az esetben a stack. Tehát a stack, valószínűleg te kap, háromszoros ilyen kombót kapsz rá, és 3 másodpercenként levesz egy ilyen kombót, hogyha sebzés fog érni. Érdekes modok, kicsi sok helyet foglalnak, azt kell, hogy mondjam. És ezek is olyan modok, mint a kis stalkerekkel bejöttek azok a modok. Tehát nagyon hasznosak, ha vannak, nem halsz bele, ha nincsenek, de úgy gondolom, hogy érdemes nekik adni egy esélyt, mert az olyan Warframe-ek, akikkel eddig nem nagyon tudtál szólóban túlélni, ez a két mód, mind a kettő együtt igazán segíthet azoknak a Warframe-eknek a túlélésben. A kérdés az, hogy érdemes-e megbontani azt a precíz modolást, amit eddig csináltál a Warframe, és mivel igazán jól kijöttél, azért, hogy egy újat kigondolj, és beépítsd ezeket abba a bizonyos solo buildbe. Még több forma, még több játék, még több formolás, még több. Tehát okosan van kitalálva. Nos, srácok, mindenképp menjetek el és olvassátok el az update információkat, hogy ne lepődjetek meg abban, hogy a játék mennyit változott, mert sokat játszott. Hatalmas nerf vonat természetesen beérkezett, ugye a Warframe-ek képességeit illetően. És mit akarok még mondani? Nagyjából ennyi lett volna, ha valami még ilyen lényegesebben információt elmondtam volna, amit mondjuk az update-ből macera kiszűrni, akkor azt kérlek írjátok le, egészítsétek le, de nagyon javaslom, hogy menjetek és olvassátok el az update információkat, hogy ne legyen belőle meglepetés, mert ez egy olyan, amit el kell olvasni, és nem vészesen nehéz angol, de kurva sok lenne mindent lefordítani, ne haragudjatok emiatt, mert ez egyszerűen tényleg nagyon sok minden jött be 4 gigás patchben. Ennyi lett volna. Maradjatok a csatornán, lesz majd Inariu bemutató, már elkezdtem a küldetést, illetve amire ezt látjátok, valószínűleg már be is fejeztem, le is fogom gyártani. Nagyon, számomra egy nagyon érdekes karakter lesz, nagyon tetszenek a képességei, nagyon látványos. Azt kell mondjam, és van egy olyan érzésem, hogy túlélésben, szóló túlélésben nagyon hatékony karakter lesz, és érdemes vele foglalkozni majd ebből a szempontból, és nagyon tetszik a koncepció, ahogy a legendáját ennek a Warframe-nek körülre láttatok, azt a szellemet itt futott el előttem. Nos,
Srácok, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor maradj a csatornán, dobj egy lájkot, tudjátok. Nos, sziasztok!